Nemrég betért hozzánk egy kedves vásárlónk, akinek az volt az első kérdése, hogy van-e nálunk japán parfüm. Nos, japán brandünk nincs, viszont japán parfümőr által készített parfümünk van. Ráadásul nem is egy, hanem kettő. Mindenkit illetett bizonyos Inaba Tomo készítette el, aki rendezvényszervezőként dolgozott Tokióban, aztán viszont 20 év után elhagyta a japán fővárost és leköltözött a japán vidékre. Nem volt könnyű dolga, hogy betörjön a parfüm piacra, ugyanis Japánban rendkívül szigorú szabályok vonatkoznak a parfümökre. Ahhoz, hogy valaki parfümt importálja Japánba, vagy pedig saját parfümt dobjon piacra, engedélyre van szüksége, aminek a beszerzése sok időt és pénzt vesz igénybe. Éppen ezért nagyon jött Inabának a felkérés Viktor Vontól, aki ugyebár a hátra mögött látható Zoologis parfümháznak az alapító tulajdonosa. Ennek a kanadai brandnek a japán parfümőr kettő darab illatot is készített. Ezek közül az első a Nightingale volt, azaz a csavogány, azaz a fülemüle, azaz a több névváltozatát nem ismerem. A Japánban nem csak a cseresznyevirágzás társadalmi ünnepnek, hanem a szilvaka virágzás is. Ilyenkor tavasszal néhány hétig az emberek kivonulnak a természetbe, és gyönyörködnek a cseresznyevirágzás szilvaka virágzásának illatában, illetve a látványában. A tavasz beköszöntött Japánban a szilvaka virágzás mellett a fülemüle csodálatos éneke jelenti. Épp ezért kapta a parfüm a Nightingale nevet. Tudni kell, hogy a szilva, illetve a szilva virág nem ugyanolyan illatú, utóbbi sokkal komplexebb aromát tartalmaz. A szilva virág mellett az ugradja a másik fő összetevőt ennek a virágnak, illetve találtunk még benne többek között jó minőségű vörös rózsa akkord is. A japán emberek eléggé visszafogottak a parfüm használatban is, inkább ezeket a visszafogottak, könnyedebb illatokat szeretik, úgyhogy Inaba szerint ez az illat nem igazán a saját honfitársainak szól, bár őt igazából ez nem igazán érdekli, mert inkább a művészi maroknak a mis parfümket kedvelőknek készíti az illatokat. A saját bevallása szerint Inabának mintegy ajtót nyitott a Nightingale piacra dobása, és aztán egy másik illatot is elkészített Viktor Vongnak. A kanadai parfümász tulajdonosa mindig is akart egy füstös, húleres illatot, ezért aztán nagyon megtetszett neki a Moth, azaz a Moe-nak a prototípusa, amit Inaba Tomo küldött neki. A japán parfümőr először a Black Panther, azaz a Fekete Párduc nevet adta volna a kompozíciónak, azonban Viktor Vong egyből a Moe-t találta ki neki. Hát a parfümőr a bevallása szerint elsőre nem találta túl barátságosnak ezt a nevet, de aztán úgy gondolta ő is, hogy sokkal jobb választás, mint hogyha az ő ötöte az a Black Panther valósult volna meg. A Moth egy eléggé nehéz, karakteres, igazán füstös illat, igazából a Moe ihlette, aki belerepül szerencsétlen a tűzbe, és ott aztán megperzselődik a szárnya. A fűszerességét a köménynek köszönheti, a szívillatában a heliotróp dominál, a füstösségét pedig nem a nyírkátrány, hanem a guajakfa biztosítja. A Mothban egyébként sokkal több virág van, mint gondolnánk, ez kellett ahhoz, hogy rágyítsa ezt az egyébként eléggé potens és intenzív illatot. Inaba Tomo egyébként nagyon hálás volt a Zoologist illusztrátorának, aki szerintem nagyon laza és vagány külsőt kölcsönzött a rajzával a parfümjének, a Mothnak. Ha te szeretnétek kipróbálni ezt a két japán alkotást, akkor gyertek el hozzá, és szagoljátok meg őket.